Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Megkezdték a szőlőhegyi óvoda és bölcsöde kialakítását, közel 650 millió forintból valósul meg a beruházás. Megújul a vízelvezető rendszer, záportározó és hordalékfogógát épült Cikón. Kapcsolati erőszak, elzárásra ítélték az élettársát terrorizáló férfit. Pánik a strandszezon előtt, legyen a mindennapjaink része a mozgás. ...647 millió forintból valósul meg Szekszárd Szőlőhegyen az óvoda korszerűsítése és a bölcsöde kialakítása. A közel 970 négyzetméteres intézmény 50 óvodás és 14 bölcsödés ellátására lesz majd alkalmas. Máté Péter a terület önkormányzati képviselője szerint nagy szükség van erre a beruházásra a városnak ezen a részén. Már a régi járdalapokat szedi fel a munkagép a Szőlőhegyi óvoda területén. Elkezdődött az intézmény felújítása, korszerűsítése és bővítése. A munka 3600 négyzetméteres területen zajlik majd, ahol egy közel 970 négyzetméteres komplexumot hoznak létre. Egy energetikai felújításon fog részt venni az épület, teljes új padozat, teljes új hőszigetelés, napelemrendszer, a hűtés-fűtés az egy hőszivattyús rendszerrel fog, egy korszerű hőszivattyús rendszerrel fog megépülni. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere elmondta, az előzetes felmérések szerint nagy igény van erre az intézménykomplexumra a város ezen területén. Nagyon sokan költöztek ki a kertvárosi részbe, és hát gyakorlatilag elláthatatlan volt ez a térség. Ezzel a felújítással és egy 14 fős bölcsödének a megépítésével akkor itt ezek a dolgok teljes egészében rendeződnének. Máté Péter a körzet önkormányzati képviselője úgy fogalmazott, régi adósságot teljesítenek ezzel a beruházással. 50 gyerek beellátására alkalmas lesz az óvoda, tehát 50 óvodás gyerek tud itt lenni, és 14 bölcsődei férőhely alakul ki. Mindez 647 millió forintból, ami bízunk benne, hogy egy év alatt elkészült, tehát a következő év 2023 májusával az óvoda elvileg kész lesz. Tehát a 2023-24-es nevelési évet már itt kezdhetik meg a környék gyermekei. Kiemelten ellenőrzik a NAV munkatársai az építkezéseket és az építőanyagkereskedéseket jövő héten Tolna megyében. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Vizsgálatokra elsősorban Szekszárdon, Tamásiban, Pakson, Dunaföldváron és Bonyhádon kell számítani. Bajba kerülhet az építőipar, ha az Európai Bizottság továbbra is visszatartja az uniós támogatásokat. Erről számolt be stábunknak Kocsmár István, az Aliszka Bauzi RT vezérigazgatója. Hozzátette, a koronavírus járvány és a szomszédban zajló háború is megnehezíti mind a közösségi, mind a lakossági építkezéseket. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy Magyarország ellen jogállamisági eljárást indítanak. Ennek az egyik következménye az, hogy hazánkba hónapokkal később érkezhetnek meg az Európai Uniós támogatások, ami több területen is problémát fog okozni. Kocsmár István, az Aliszka Bauzi RT vezérigazgatója úgy fogalmazott, nem a legdicsőbb napjait éli az építőipar. Alapvetően ez a két dolog van, hogy egyrészt az emberek ugye félnek, nem tudjuk, hogy mi következik, teljesen joggal félnek, hogy lesz Covid, nem lesz Covid, lesz munkahely, nem lesz munkahely. A másik felén, ahogy mondtam, a kamatok az égben vannak, arról nem is beszélve, hogy a bankok most már azért a hitelezési politikáikat is megszüntették. Hát nekünk, meg akik a közösségi építkezésből jönnek, nekünk nagyon nagy érvágás az, hogy nem indult meg az uniós pénzeknek az áramlása. És a hiperinflációnak köszönhetően az anyagárak is szinte követhetetlenek, tette hozzá a vezérigazgató. A mostani helyzet azonban nem csak a közösségi beruházásoknak jelent problémát, a lakossági építkezések, felújítások is megtorpantak. Amellett, hogy tényleg elszálltak az építőanyagárak, tehát brutálisan, a legkevesebb áremelés is 20-30% volt, de van olyan anyagfőcsoport, ahol 400%. Ez az egyik probléma, a másik pedig, amit mondtam, nincs szakember. Tehát egy házépítéshez kőművest, ácsot, asztalos szerezni szinte lehetetlenség.
A szakértők szerint az alapanyagárak tovább emelkedhetnek addig, amíg az infláció ilyen magas. Az előrejelzések szerint idén meghaladhatja a 9%-ot a pénzromlása. Csütörtökön reggel 9 órakor megkezdődtek országszerte az idegen nyelvi érettségi vizsgák. A diákok angolból közép és emelt szinten adtak számot tudásukról. Az érettségire közép szinten több mint 49 ezeren, emeltre pedig csak nem 20 ezeren jelentkeztek. Közép szinten az írásbeli vizsgaidő tartama 180 perc volt. Az első feladatlap kitöltésére 60, a másodikére 30 perc állt rendelkezésre. Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használhattak a vizsgázók nyomtatott szótárt. Több mint 250 milliárd forintot költhetnek Cikón a vízelvezető rendszer fejlesztésére. A nagyszabású beruházásra a TOP Plus egyik pályázata ad lehetőséget. A pénzből közel 4 kilométernyi szakaszon végeznek majd munkálatokat. Többek között ezt a részt is érinti az a beruházás, melyre a terület és településfejlesztési operatív program révén benyújtott pályázatnak köszönhetően 281 millió forintot nyert a cikói önkormányzat mederburkolásra, záportározó és hordalék fogógátak építésére. Molnár Józsefné, Cikó polgármestere elmondta, a hirtelen lezúduló eső óriási károkat okoz a településen, 4-5 évente rendszeresen elmossa a központot. A mederből kibukó esővíz pedig járhatatlanná teszi az útkereszteződéseket, valamint megrongálja a környező házakat is. A Cikó község önkormányzata 2020-ban TOP program keretein belül több mint 281 millió Európai Uniós támogatásban részesült. Ebből a cikói vízelvezető rendszer felújítása történik meg több mint 4 kilométeren keresztül. Hozzátette, a település számára nagy jelentőséggel bír a beruházás, mert az elmúlt években nem volt lehetőség vízrendezésre. Ennek köszönhetően a vízkár elhárítási feltételek nagyban javulnak, és élhetőbb lesz Cikó is. Egy záportározó épül, valamint hordalékfogógátak és iszapfogók épülnek a projekt keretein belül. A meder teljes hosszában tisztításra kerül, részlegesen mederburkolás történik, és a mellékárkok burkolása is megtörténik. Az önkormányzat a tervek elfogadására vár, jóváhagyás esetén elindulhat a közbeszerzési eljárás és a kivitelezés folyamata. Magyarország nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági érdeke a Paksi atomerőmű két új blokkjának megépítése, a Rosszatom pedig képes a beruházás végrehajtására, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön, miután Alekszej Lihacsovval, a Rosszatom vezérigazgatójával tárgyalt Isztambulban. A miniszter közölte, a tárgyaláson a Rosszatom vezetői biztosították Magyarországot arról, hogy technológiai szempontból továbbra is képesek a beruházás végrehajtására. A Magyar Atomenergia Hivatal most vizsgálja azokat az engedélykérelmeket, melyeket beadtak, és azt követően, hogy ezeket megkapják, az erőmű építési munkálatai a következő fázisba léphetnek. Mint a miniszter fogalmazott, Magyarországnak az az érdeke, hogy minél nagyobb mértékben önellátó tudjon lenni az energiatermelés tekintetében, és ehhez kapacitásokra van szükség, a legnagyobb saját energia előállítási kapacitás lehetőségét pedig az atomenergia jelenti. Továbbra is használatban maradhatnak azok a pénztárgépek, melyek nem rendelkeznek érvényes forgalmazási engedéllyel, jelentette be Varga Mihály csütörtökön. A pénzügyminiszter kiemelte, az intézkedés több ezer kisvállalkozásnak jelent újabb anyag és adminisztrációs könnyítést, mely különösen fontos az orosz-ukrán háború negatív gazdasági hatásainak idején. Összesen 86 olyan pénztárgép típus engedélyét vonták vissza 2017-ben és 2018-ban, melyen a gyártók, forgalmazók nem végezték el a szükséges fejlesztéseket. A szabályok több éves felkészülést biztosítottak az átállásra, a visszavont engedélyű kasszákat 5 évig lehetett használni. Az érintettek többsége azonban kisvállalkozás, melyeknek az új pénztárgépek beszerzése és üzembe helyezése nem csak adminisztrációs, hanem komoly anyagi terhet is jelentene. Ezért a régi pénztárgépek további használatának engedélyezése fontos adóügyi könnyítést jelent számukra. 3 hónap elzárásra ítélt a bíróság egy férfit, aki éveken keresztül rendszeresen bántalmazta és terrorizálta a saját élettársát. Volt, hogy a vádlottat a rendőrségről engedték haza, de alig, hogy belépett az ajtón, ismét rárontott az asszonyra. Most kapcsolati erőszak miatt kellett felelnie. Legalább 2 éven keresztül napi rendszerességgel bántalmazta a döbrököközi férfi az élettársát. Legtöbbször féltékenység miatt támadta nőre. Volt olyan eset, hogy az asszony feljelentést tett, a párját a rendőrök ezért kihallgatták, majd amikor hazaért, ismét rárontott a nőre. Az ügyben indult bírósági ügy most ért véget.
A vádlottat a bíró elzárással sújtotta. A Dombóvári járásbíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat kapcsolati erőszak büntettében, ezért 90 nap elzárásra ítélte. Az ítélet jogerőre is emelkedett. A bíróság a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte, hogy ugyanezen volt élettárs sértett sérelmére korábban hasonló bűncselekményt már elkövetett. A kapcsolati erőszak fogalma 2013 óta szerepel a büntető törvénykönyvben. Ez sokkal súlyosabb cselekmény, mint egy könnyű testi sértés. Egyrészt, mert folyamatos erőszakosságot feltételez. Ezekben az ügyekben a bíróság azt nézi, illetve azt figyeli, hogy a hosszas együttélés alatt történt-e olyan bántalmazás, akár szóban, akár tettleg, ami alkalmas arra, hogy megvalósítsa a kapcsolati erőszak büntetét, mivel a törvény előírja, hogy rendszeresen kell ennek megtörténnie. Az ítélet jogerős, mert azt az ügyész és a vádlott is tudomásul vették. Az ukrán-magyar határszakaszon 5490 ember lépett be szerdán Magyarország területére, míg a román-magyar határszakaszon belépők közül 6067-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, vagyis 11557-en érkeztek a hét harmadik munkanapján Ukrajna felől, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság csütörtökön. A rendőrség 239 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerinti illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzésért, tájékoztatott a rendőrség. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégészakák száma márciusban 1.427.000 főt tett ki, több mint 5,5-szeresére nőtt 2021 márciusához képest, 2019 azonos hónapjához mérten viszont 28%-kal csökkent, közölte a Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön. A szálláshelyek összes bruttó árbevétele 6,5-szeresére 32 milliárd forintra nőtt a tavalyi bázisidőszakhoz képest. A márciusi adatok szerint a belföldi vendégészakák száma 747.000, a külföldieké 680.000 volt. A belföldiek az éjszakák 78%-át szállodákban töltötték, a vendégek száma az egy évvel korábbi több mint 6-szorosára emelkedett. A panziókban és a közösségi szálláshelyeken a forgalom 2,1, illetve 1,8-szeresére nőtt a tavaly márciusihoz képest. A legnépszerűbb turisztikai régiók a Balaton és a Budapest Közép-Dunavidék voltak, mindkettőben a belföldi vendégészakák közel 1/5-ét regisztrálták. A strandszezon közelettével általában pánikba esnek azok, akik a téli időszak alatt felszedtek magukra pár felesleges kilót. Lehet-e csodát tenni ez alatt a pár hét alatt? Erre a kérdésre kerestük a választ riportunkból, megtudhatják a szakemberek tanácsait. Rohamosan közeleg a nyár, lekerültek a nagy kabátok, ahogy tennek a hetek, egyre lengébb öltözékre cseréljük a téli ruhatárunk. Sokan ilyenkor szembesülnek azzal, hogy bizony az elmúlt hónapok alatt felszedtek pár felesleges kilót magukra. Lehet-e csodát tenni a strandszezon kezdetéig? Erről kérdeztünk meg egy szakembert. Ha az a cél, hogy két hónap alatt beachbody-t csináljunk, akkor el kell szomorítsak mindenkit, nem lehet beachbody-t elérnie ennyi idő alatt. Amit el lehet érni, az az, hogy a testzsírt tudjuk csökkenteni, az izmokat tudjuk feszesíteni, illetve a bőr állagát, és egy sokkal tónusosabb, izmosabb testképet tudunk kialakítani. Ahhoz, hogy az első lépést megtegyük, szilárd elhatározás és következetességre van szükség. Napi szinten időt kell áldozni a testmozgásra, és az étkezés terén is drasztikus változtatásokra van szükség. Az egyik legjobb alakformáló edzésforma a súlyzós edzés, hiszen a súlyzóval való testzsír csökkenés mellett izomtónus változás is be fog következni. Tehát ahhoz, hogy egy női test ne egy fonnyat, vékony testképpel párosuljon, ahhoz igenis kell a súlyzó. A szakember szerint arra kell törekedni, hogy a testmozgás és az egészséges táplálkozás a mindennapjaink része legyen, így elkerülhetjük a nyári szezon előtti pánikot, és az év minden napján fitten és egészségesen élhetjük az életünket. Regionális hírek következnek. Jó évük lehet a gazdáknak, átlagon felüli kajszi termés várható idén Somogyban. Közös alkotás és közösségépítés, ecsetet ragadtak tanárok, diákok a somogyi iskolában. Milliókat csaltak ki idősektől, unokázós csalók ellen emeltek vádat Pécsen. Ámsterdam
Átlagon felüli kajszi termés várható idén Somogyban. A legtöbb ültetvényt elkerülte a fagy, a fákon olyan sok a termés, hogy a gazdák ritkítják az ágon lévő gyümölcsöket. Ha a következő egy hónapban nem lesz csapadék és a jég sem okoz károkat, akkor június közepétől akár rekordtermés is lehet a baraszkosokban. Most még üresen, sorokba rakva várakoznak a ládák a hácsi ültetvényen. De egy hónap múlva már indul a korai fajták érése, és elnézve a fákon lévő gyümölcsöket, a gazdák azt mondják, minden ládára szükség lehet. Az idei évben így mutat a barack, megúsztuk a fagyokat, nagyon jó volt az időjárás, a virágzáskor nem volt itt fönt a tetőn hideg, lent a gödörben -3 fokot mértünk, de itt úgy néz ki, hogy minden virág megkötött. A következő napok a barack ritkításával telnek ezen az ültetvényen, amit csak kézzel lehet elvégezni. Mózer Gyula szerint szorgos kezekre van most szükség, hogy minél előbb végezzenek a munkával. Egy szálvászőn 4-5 szem barackot hagyunk meg. A többit azt le kell szedni kézzel. Ügyeskező emberek kellenek ide a ritkításhoz, már nagyon sokat le kell dobni a földre. A gazdák a tavalyi fekete év után most örülnek, bár az érésig és a betakarításig még sok minden közbe szólhat. Ilyen évet nem mostanában kezdünk, mind ami most van, már rengeteg van most barackból. Folyamatosan ritkítunk, bízunk abba, hogy az időjárás majd kedvezni fog, elkerül a jég, de viszont elsőre majd nagy szükség lesz az érés idején. A magas termésátlag a kajszi árára is pozitívan hathat majd, hiszen bőséges termés esetén a tavalyi 1000 forintos kilonkénti ár feléért is hozzájuthatunk majd a zamatos gyümölcshöz. A közös alkotás és a közösségépítés volt a célja a Somogy megyei Kaposfői Általános Iskola programjának, ahol minden diák és pedagógus ecsetet ragadott. Az intézmény udvarán bambuszrudakat festettek, hogy azokkal majd az iskola egyik belső terét tegyék egyedivé. Mindenki kedve szerint alkothatott a Kaposfői Általános Iskola udvarán. Nem volt cél a tökéletesség, inkább azt szerették volna elérni a szervezők, hogy örömmel és együtt fessenek a diákok és a tanárok. Ugye most így különböző színek vannak, például piros, kék, sárga, és ugye hát ecsettel ilyen szakaszok vannak végül is, és azokat festjük így be, és a kicsiknek is ugyanúgy segítünk. A program a közös munka által a közösségépítést is szolgálta, hiszen a COVID és az online oktatás a gyerekközösségeket is nehéz helyzetbe hozta. Már abban az időben megkezdtünk egy olyan tevékenységet, amikor próbáltuk filmmel, videóval, videókészítéssel, közös munkával a gyerekeknek a szétrombolt közösségét erősíteni. Ez a mai program is ehhez kapcsolódik. Gyakorlatilag az iskola folyosóra készítünk egy dekoráció, ezekből a bambuszrudakból. Egész délelőtt együtt festettek kicsik és nagyok az iskola udvarán. Ezzel a programmal is szerettek volna változatosságot hozni a mindennapokba, mesélte az iskola pszichológus. Magához az iskolához fizikailag nem kötődnek a gyerekek, csak a barátokhoz. Most, mivel mindenki részt vesz ennek a tér elemnek a létrehozásába, ezért ehhez mindenki kötődni fog. Tehát már elsősök, elsőtől 8-ig mindenki, és évekig ezt úgy fogják nézni, hogy ezt mi csináltuk. A festett bambuszokkal majd az iskola előterét díszítik és teszik színesebbé. Több milliót szereztek azok az unokázós csalók, akik ellen most emelt vádat a pécsi járási ügyészség. 4 férfi és egy nő kerülhet a vádlottak padjára, akik még 2020 nyarán csaltak ki készpénzt és ékszereket az idősektől. Az egyik sértett 80, a másik pedig 89 éves volt. Az elkövetőkre több év börtön várhat. Az unokázós csalókról készült ez a rendőrségi kisfilm. Hiába figyelmeztet a hatóság, még sokan hisznek a bűnözőknek. Így járt az a két pécsi idős nő is, akiket több millió forinttal károsítottak meg egy bűnbanda tagjai 2020 nyarán. A sértetteket az Egyesült Királyságban regisztrált hívószámokról hívták fel, azt állítva, hogy fiúk, illetve unokájuk autóbalesetet szenvedett, és ezért sürgősen pénzre van szüksége. A hívók magukat a sértettek hozzátartozóinak adták ki, és így kérték őket, hogy szedjenek össze annyi pénzt, illetve ékszert, amennyit csak tudnak, és azt adják át az érteküldött személynek. Jutalék ellenében egy férfi vállalta, hogy átveszi a pénzt, ékszereket a sértettektől, sőt, még segítőket is beszervez. A Székesfehérvár környékén élő vádlott június 25-én és 27-én a telefonon adott útmutatásnak megfelelően a futárként beszervezett férfiakkal, gépkocsival,
Pécsre utazott. A futárok keresték fel a sértetteket, akiktől átvették a borítékban elhelyezett készpénzt, illetve ékszereket. Az egyik sértettől közel 1,5 millió forintnak megfelelő dollárt, eurót és forintot, a másiktól pedig több mint 3 millió forint értékű készpénzt és ékszert csaltak ki. A június 25-én kicsalt pénzt a kapcsolattartó vádlott férfi hozzátartozói egy pénzküldő szolgáltatás alkalmazásával elküldték az Egyesült Királyságba. A bűncselekményben futárként résztvevő férfiakat a pécsi járási ügyészség időszemélyek sérelmére elkövetett csalás büntettével vándolja, ami 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A kicsalt pénz továbbításában résztvevő személyek cselekménye pénzmosás büntettének megállapítására alkalmas, aminek a büntetési tétele 5 évig terjedő szabadságvesztés. 4 férfit és 1 nőt vádolnak az ügyben. Az elkövetők 26 és 40 év közöttiek voltak, akik 1,80 és 1,89 éves nénitől csaltak ki pénzt, illetve ékszereket. Milyen zöld megoldásokat alkalmazhatunk otthon, melyekkel védjük bolygónkat? Ezekről is hallhatnak azok az érdeklődők, akik ellátogatnak a pécsi belvárosi üzletközpontba. Itt tartja az Ökováros hétrendezvényet az Ökováros Ökorégió Alapítvány. Idén azt szeretnék bemutatni, hogy apró változtatásokkal is környezettudatosabb életet élhetnek az emberek. A pécsi köztársaság téri általános iskolából érkeztek ezek a lányok a belvárosi bevásárlóközpont épületébe. Itt tartják az Ökováros hetet, ahol a környezettudatos életre, a környezetvédelmére hívják fel a figyelmet. Erről szoktunk beszélni otthon is, hogy mindig szelektíven kell gyűjteni, meg hogy olyan helyre dobjuk a hulladékot, ami a helyre való, hogy vannak erre kimondottan kukák is, és ez a program is nagyon tetszik, mert legalább meg tudjuk védeni a földet, és ezt is értékelem, hogy legalább próbálkozunk ezzel. Már évek óta megtartja ezt az esemény sorozatot az Ökováros Ökorégió Alapítvány ezen a helyszínen. Idén olyan otthon is megvalósítható zöld megoldásokat mutatnak be, amelyekkel a családok egyének élete válhat környezettudatosabbá. A lakosság nélkül nem mennek a zöld változások, a zöld átalakulások, és ezért igyekeztünk az idei Ökováros héten olyan témákat kiválasztani, amik a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást rögtön tudják hasznosítani a lakosság, tehát rögtön van hatásuk. Ezért 4 témakör köré épült. Egyik ezek közül a környezetbarát építőanyagok bemutatása, az ökoépítészet. A másik téma a hulladék, amiből egy pécsi lakos egy hónap alatt 24 kg-ot termel. Ennek csak 1/10-ét gyűjtik szelektíven. A harmadik terület az otthon termeszhető, ehető növények, hogyan kell csíráztatni például. A negyedik témakör a szennyvízkezelés fontossága. A kiállítást, az ismertetőket ezen a héten nézhetik meg az érdeklődők a belvárosi üzletközpont kupolájában. Pécsen. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Megkezdték a szőlőhegyi óvoda és bölcsöde kialakítását, közel 650 millió forintból valósul meg a beruházás. Megújul a vízelvezető rendszer, záportározó és hordalékfogógát épült Cikón. Kapcsolati erőszak, elzárásra ítélték az élettársát terrorizáló férfit. Pánik a strandszezon előtt, legyen a mindennapjaink része a mozgás. Pénteken zömmel erősen felhős lesz az ég, csak rövid napos időszakokban bízhatunk. Délelőtt kevés helyen fordulhat elő kisebb esőzápor, késő délután, este viszont sokfelé alakulhatnak ki záporok, illetve zivatarok, füllet kellemes hőmérsékletű időnk lesz. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon. A naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!